Az átalakítás részeként megbontották a gyermekjóléti szolgálat eddigi homogén jellegét, mivel a szervezetnél rengeteg energiát és időt kötött le egyszerre ellátni a családgondozási és hatósági feladatokat. Járásonként létrehozták a járásközponti önkormányzati fenntartású család- és gyermekjóléti központokat, amelyek száma országosan 48-ról 198-ra emelkedett. Ezek feladata a gyermekek védelembevételével kapcsolatos hatósági munka tervezése, a gyámhivatallal való kapcsolattartás és a speciális szolgáltatások biztosítása. Ami egy nagyon lényeges változás, hogy most már nem csak a központunk nem csak Nyíregyházán, hanem a járás további 14 településén is tevékenykedünk, mégpedig olyan formában, hogy a központ esetmenedzserei a hatósági feladatokhoz, hatósági jellegű feladatokhoz kötődően gyermekeink védelmében látnak el közösen feladatokat a településen tevékenykedő családsegítőkkel. A megyében az egyik legsúlyosabb gyermekbántalmazási eset Kislétán történt 2015 márciusában. Egy 5 gyerekes kislétai házaspár fűtetlen 2 négyzetméteres, világítás nélküli kamrában napokig tartotta fogva kislányát. Az ilyen esetek kivédésére erősítette meg a jogszabály a gyermekvédelmi jelzőrendszert. Talán a leghangsúlyosabb változás, és most is fog szigorodni ebben a jogszabály, az a jelzőrendszert érinti. Hiszen mint család és gyermekjóléti központ jelzőrendszert kell, hogy működtessünk. Én azt gondolom, hogy itt a járásban, a megyében egyébként nagyon jól működik a jelzőrendszer a gyakorlatban. Az intézményvezető elmondta, a gyakorlatban gyorsan tud reagálni a központ egy-egy gyermekbántalmazásra vagy krízis helyzetre. A 65 dolgozóból 24-en tanácsadó esetmenedzserekként tevékenykednek. Augusztustól felújítás miatt átmenetileg bezár a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Szolgálat Körte utcai székhelye, az ügyfeleket ideiglenesen a Tűzoltó utca 1 szám alatt fogadják.